Köszöntőkkel, majd eligazítással kezdődött a megyei középiskolai rendészeti csapatverseny, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság és a Máté Szalkai Szakképzési Centrum közösen szervezett a nagykállói Budai Nagy Antal szakgimnáziumban. A csapatok a megye különböző településeiről érkeztek, olyan iskolákból, amelyekben rendészeti szakképzés is folyik. 10 iskola, 40 tanulója fog majd részt venni ezen a versenyen, és ami miatt fontos, hogy a nem sokára megrendezésre kerülő regionális verseny, ami Miskolcon van a helyszíne, egy felkészüljünk, egy erőfelmérés, egy fényképet készítünk arról, hogy hogyan állnak az iskoláink ezen kérdés területével, hogy tudnak a gyerekek elméleti és gyakorlati fizikai számokban teljesíteni, és még van idő arra rákészülni, hogy a miskolci versenyen a megyei csapatok még jobban szerepeljenek, aztán természetesen országos felfutása van. Az első versenyszám a műveltségi és az elméleti tudásról szólt. A négy fős csapatok rendészeti, büntetésvégrehajtási és katasztrófavédelmi kérdésekből összeállított tesztsort kaptak, melyet közösen kellett megoldaniuk. A verseny és a versenyszám célja a megmérettetésen túl, hogy a diákokban erősítse a csapat munkára való képességet, valamint az összetartozás érzését is. A rendészeti pálya ezen belül a rendőrségnek a kötelékébe való felvételiző állománynak a hozzánk csalogatása nyilván cél, nem csak a rendőri munkában, hanem egyébként a pályaorientációs képzések során is, így a versenynek is nem titkolt szándéka az. Egyrészt felkészítsük a jelentkezőket és ebben a képzésben résztvevő osztályokat, illetve iskolákat az országos megmérettetésre, hanem az is, hogy egy megyei szinten, akik ebben a pályorientációs képzésben részt vesznek, azok össze tudják menni a tudásukat, és kellő tapasztalatot szerezzek annak érdekében, hogy minden eredményesebbek legyenek az országos versenyen. Megyeszerte 11 középiskolában folyik rendészeti képzés, melynek keretében nem csak a rendőrségi, hanem a katasztrófavédelmi és büntetés végrehajtási feladatokra is felkészítik a diákokat, mondta el Usztics Attila alezredes. Hozzátette, az ágazati képzésen belül új képzési formaként a rendészeti őrképzést is választhatják a tanulók, akik mindössze 3 év tanulás után már munkába is állhatnak.